most nem merem megkérdezni, hogy hány nőd volt, de megkérdezem, hány nőd volt? Most elmondom, három, a három feleségem. De előtte közben... Az első barátnőm lett az első feleségem, a második... De akkor három nővel voltál összesen? Ha? Gerendai Károlyt sokan csak a Sziget Fesztivál alapítójaként ismerik, pedig több mint egy tucat vállalkozása között ott a Budapest Park, a Kostesz étterem, a Lupa Beach vagy a Budapest táj. Megtudtuk, miért szokott le a dohányzásról, és azt is, hogy milyen gerendai gyereknek lenni. Amikor létrehoztátok a Lupát, mármint a Lupa Beach-et, akkor nem volt egy olyan érzés benned, hogy egy nagy kontraszt a Sziget után? Ez a Sziget az egy társadalmilag nagyon előtérbe helyezett, az egy történelmi jelentőségű fesztivál, tehát Európa legnagyobb zenei fesztiválja, és utána megcsináltátok a Lupa Beach-et, és abból milyen érzésed volt? Nem volt egy ilyen visszalépés? Visszalépés nem volt, de tisztában voltam vele az első pillanattól, hogy ennek kevésbé lesz akkora jelentősége a maga területén, mint a Szigetnek mondjuk a, nem tudom, a rendezvények vagy a kulturális élet területén, de ugyanúgy azt éreztem, hogy egy tömegigényt elégítünk ki, ami akár még szélesebb célcsoportnak is szól, mint önmagában a Sziget, hiszen itt nincsenek korosztályi problémák, ez nem olyan, hogy a gyerekeknek vagy a nagyszülőknek ez kevésbé szól, mint mondjuk a Sziget, ami azért elsődlegesen a fiatal felnőtt korosztálynak szól. Hozzáteszem, hogy amikor a Szigetbe belekezdtünk, akkor még semmilyen tudatos gondolkodás nem volt a részünkről, hogy hú, ez majd lehet egyszer egy nagy európai vagy világléptékben is jegyzett esemény, akkor a pillanatnyi igényeinket vagy gondolatainkat próbáltuk valahogy megvalósítani, vagy leképezni egy nyaralásban, vagy egy nem is tudom minek nevezzem, mert hogy akkor még az, hogy fesztivál ez egyáltalán mit jelent, az se volt számunkra olyan nagyon egyértelmű. Az volt az érzésünk, hogy itt a nyár és nincs hova menni, mert hogy ugye ez azért rég volt, már 93-ról beszélünk, amikor az egészbe belekezdtünk, akkor a rendszerváltás után nem sokkal voltunk, és volt egy olyan társadalmi helyzet, hogy a rendszerváltás hozott egy csomó minden új helyzetet, új lehetőséget, nagy változást, de hozott olyan problémákat is, hogy egyszerűen elfelejtkeztek arról, hogy mi lesz a fiatalokkal, mert előtte voltak különböző még az akkori egypártrendszernek... Hát például építőtáborok, kisztáborok, olyan szervezett nyári programok a fiataloknak, amivel amikor jött a nyár, akkor próbálták lekötni az idejüket, energiájukat. Ezzel szemben a rendszerváltáskor ezek valahogy hirtelen megszűntek, és aztán később lettek jobbnál jobb táborozási lehetőségek újra, de volt egy pár év, amikor egy ilyen űr volt ebből a szempontból, miközben a fiataloknak ugyanúgy jött a nyári szünet, csak éppen nem voltak ezek az addig felkínált lehetőségek, és akkor erre próbáltunk egyfajta választ adni azzal, hogy megcsináltuk az akkor még Diáksziget nevű rendezvényt. Ugye van három tény, illetve félig urbán legenda vagy urbán legenda, hogy nagyon sok öltönyöd van, ezzel szemben alig látunk öltönyben. A másik, hogy rengeteg borod van, antialkoholista vagy. A harmadik meg, hogy van egy antik Maseratid, amiben nagyon kevés kilométer van, mert nem hiány, vagy nem használod. Ez a birtoklási vágy, ez azzal jött, hogy elkezdett több pénzed lenni, vagy ez az előtt is megvolt, és amikor elértél oda, akkor egyszer csak azt mondod, hogy na, akkor mindent ide. Azt gondolom, hogy ez a típusú ilyen gyűjtési vagy birtoklási vágy, ez mindig is valamennyire bennem volt. Az, hogy mire van lehetőségem, az persze egy másik kérdés, mert én még, ha kiegészíthetem ezt a sort, akkor azért van még két dolog, amit gyűjtök, az egyik az a kortárs képzőművészeti alkotások, főleg festmények, a másik az meg egy bizonyos típusú öngyújtó. Mennyi van öngyújtóban, mennyi van? Hát most 820 darab. Ezt honnan tudod? Megszámolod időről időre? Vagy nem, de készítek róla fotókat mindig, amikor beteszem a gyűjteménybe, és mivel ez egy külön, mondjuk úgy, hogy hívják ezt ilyen külön albumban, vagy miben gyűjti a telefonom, mert azzal szoktam lefotózni, ezért mindig kiírja azt, hogy hány kép van az albumban, és mindig látom, hogy most hol tartok. De tegnap fotóztam le az utolsót, ezért láttam, hogy most 820. Állítólag te, amikor még nem egyet cigiztél, akkor 3 dohot cigit szívtál egy nap. Az sem az egészséges életmód felé mutat.
Ez zavart egyébként, vagy valamikor eszedbe jutott, hogy ezt nem kéne? Tehát, hogy ezt hát kétszer is volt, hogy abba hagytam egy időre a dohányzást, mind a kétszer egész hosszú időre, mert egyszer 3 évre, egyszer meg 4,5 évre. Hozzáteszem, hogy azzal is mind végig tisztában voltam, hogy én csak abba hagytam a dohányzást, és nem leszoktam a dohányzásról. Ennek több oka is volt, amiből erre következtetni tudtam. Az egyik, hogy álmomban még mindig dohányoztam, a másik, hogy bár egyáltalán nem hiányzott, hozzáteszem, tehát nyugodtan mellettem bárki rágyújthatott, nem volt bennem az, hogy hú, akkor én is, de rágyújtanék. Egészen addig a pillanatig, amíg valami olyan stressz helyzetben nem kerültem, amikor viszont még akár úgy, hogy már több mint 3 éve nem dohányoztam, még mindig az jutott eszembe, hogy de rágyújtanék, hogyha egyébként valami olyan, nem tudom, ilyen stressz állapotba kerültem, amiről így rögtön valamiért így a szervezetem bejelzett, és sokszor akár teljesen öntudatlanul. Egyébként nem nagyon tudom elképzelni rólad, hogy ő nagyon szétvet az ideg, tehát hogy üvöltözöl, csapkodsz. Egyébként én kifejezetten halvérű vagyok, tehát én nem vagyok egy ilyen kiabálós vagy csapkodós típus, inkább befele stresszelek. Hát végül is ez két konkrét helyzet volt az életemben. Az egyik az ugye egy váláshoz is vezetett, amikor szakítottunk az akkori feleségemmel. Az elsővel vagy a másodikkal? Másodikkal. És a másik milyen szitu az meg egy tulajdonképpen a Szigetnél egy az akkori menedzsmentben egy olyan veszekedés, vagy egy olyan probléma volt, ahol azt éreztem, hogy nagyon nem tudom elfogadtatni azt a többiekkel, amit én szeretnék, és ebben el kell döntenem, hogy akkor most inkább elengedem azt, amit én fontosnak tartok és szeretnék, vagy lenyomom a torkukon úgy, hogy akkor megpróbálok a mindenféle ilyen jogi eszközökkel, hogy de nekem itt többségem van, és nem tudom és itt de ezzel visszajössz néha? Én nagyon nem hiszek ebbe, hogy ha valamiről nem tudok meggyőzni valakit, akkor is meg kell lépni valamit, mert hogy én szeretek elmenni az utolsó pillanatig, vagy a falig ezekben a dolgokban, és a meggyőzés eszközével valamit elérni. És mivel mondom, ez egy ilyen vitatkozós helyzet volt, amiben egy ponton azt éreztem, hogy egyszerűen nem tudok rá lenni ezen a helyzeten, a többiek rágyújtottak, és akkor azt mondtam, hogy akkor adjatok nekem is egy cigit. Lehet, hogy egyébként egyre gondolunk. Én egy-két ilyen belső infót megkaptam, nem árulom el a forrást, ha nem haragszol. Volt egy ilyen menedzsment beszélgetés, amikor egy ötletet át akartál vinni, de volt egy valaki, aki azt mondta, hogy te hülye vagy, és hogy egyébként is menj a picsába, és erre később ezt az illetőt megkérték, hogy hívjon fel téged, és kérjen bocsánatot, és te annyit mondtál telefonban, hogy hát nem, neked az a dolgod, hogy elküldjél a picsába, hogyha ilyen helyzet van. Ezek a helyzetek ez nem ilyen szintű dolog volt. Ezek kisebb voltak az egyszerűen. Nem, de egy dolog, hogy megállt a levegő. Mert hogy ezzel Gerendai Károlynak nem mondjuk, hogy menj a picsába. Nem tudom, de én nálam ilyen nem szokott problémát jelenteni, hogyha engem valaki elküld. Tehát én tényleg abban hiszek, hogy egyébként mindenki a meggyőződése szerint védje az igazát. Tehát hogyha valakinek az álláspontja, hogy szerinte ezt úgy kéne csinálni, és azért vitatkozunk, mert ő úgy gondolja, hogy attól lesz jobb, én meg máshogy gondolom, akkor tényleg szerintem az a dolga, hogy akkor az körömszakadtáig védje, mert végül is én azt szeretem, hogyha ők azt szeretnék, ha jobb lenne valamitől, és ebben védik az álláspontjukat, hogyha ilyenkor mindenki beadja a dereket, hogy hát figyelj, te vagy a főnök, akkor legyen úgy, ahogy te akarod, az nem jó, mert akkor nem az ügyért csináljuk, amit csinálunk, hanem akkor egyszerűen egy főnök alkalmazotti viszonyban az alkalmazott azt mondja, hát végül is a főnök dolga, hogy legyen. Tehát ezzel nekem semmi bajom nincs, ha ilyen típusú viták vannak. Nekem akkor ott pont az volt a bajom, hogy ott ugye alapvetően tulajdonos társaimmal és olyan stratégiai kérdésekről vitatkoztunk, ami úgy éreztem, hogy meghatározza évekre azt, hogy merre megyünk tovább, mi a jövője ennek az egésznek, amit építgetünk, és ugye négyen voltunk tulajdonosok, abból hárman mást képviseltek, én egyedül valamit, és azt hosszú, mint egy sokszor előfordult, hogy valamiben nem értettünk egyet, de mindig eljutottunk oda, hogy a végén valamiben ki tudtunk egyezni, és itt volt egy olyan pont, ahol csak nem tudtunk kiegyezni, akárhányszor futottunk neki ennek a dolognak, és egy ponton úgy éreztem,
éreztem, hogy most már nincs más választásom, mint vagy az, hogy akkor engedek, még akkor is, ha nekem az a meggyőződésem, hogy nem erre kéne menni, és végül is ez történt egyébként, vagy azt mondom, hogy akkor srácok, oké, hogy ti hárman vagytok, én meg egyedül, de nézzük meg, hogy kinek hány százaléka van, és akkor és mivel ebbe a helyzetbe engedtem, a meggyőződésem ellenére, ezért ettől bestresszeltem annyira, hogy a másik oldalról meg közben úgy éreztem, hogy akkor most egy cigi kell. És villám gyorsan ágyújtottál. Amikor egyre nagyobb lett a tét a szigetnél, akkor ugye ezt sok helyen elmondtad, hogy ez egy baráti társaság volt. Tehát, hogy nagyon nem értettetek hozzá, ez egy pusztán barátságból összeverődött csapat, akik létrehoztátok a Sziget Fesztivált, ugye a Diák Szigetet, és amikor nőtt a tét, akkor hogy váltak le a barátságok, illetve hogy változtak át üzleti kapcsolattá? Ez a kezdeti csapat, ez tényleg egy alapvetően egy baráti csapat volt, akik valamire összefogtunk, hogy ezt megcsináljuk, és végül is létrehoztuk. Először sikerült, másodszor már nagyobbat mertünk álmodni, végül is azt is összehoztuk, de úgy, hogy a végén ott maradtunk egy csomó kifizetetlen számlával. És az például egy olyan helyzet volt, amiben mindenkinek el kellett dönteni azt, hogy most megyünk tovább, és föladjuk akár az egyéb ügyeinket, mert hogy ez volt az elvárása azoknak, akik felé tartoztunk, hogy oké, akkor csinálhatjátok tovább, és akkor hitelezünk titeket tulajdonképpen, hogyha mostantól ezt komolyan veszitek, és főállásban ezzel foglalkoztok, és profikat vesztek magatok mellé, mert hogy az ötlet jó, meg látszik, hogy működik, de bénák vagytok abban, hogy hát egyszer amatőrök vagytok, nem értetek egy csomó minden, ezt tessék ezt komolyabban venni. És akkor az mindenkinek egy döntési helyzet volt, hogy elengedi az eddigi életét, és ezzel foglalkozik, vagy nem volt elvárható se az összes többi embertől, hogy mert én voltam a csapatból az egyedüli, aki legalább rendezvényszervezéssel foglalkoztam előtte is az életemben, és nehéz azt mondani egy műfordítónak, hogy mostantól ne abból élj, amihez értesz, aminek tanultál, aminek nem tudom, de hanem legyél helyette színház szervező a Szigeten, vagy a nem tudom. Tehát hogy ez, ebben én azt gondolom, hogy teljesen logikus döntés volt mindenki más részéről, hogy inkább az életét választotta, de ez akkor ott mégiscsak valahol szétzilált egy olyan csapatot, akik akkor ott valamire összefogtunk, és egyszer csak megváltozott az a helyzet, hogy én főállásban, napi szinten ezzel foglalkozom, leadom az egyéb tevékenységeimet, ők meg nem, akkor oda kellett valakit keresni helyettük, aki hajlandó főállásban ezzel foglalkozni, és ugyanúgy annyi energiát beletenni, úgyhogy akkor ott volt például egy ilyen törési pont. Nem mondom, hogy a barátságok is megszakadtak, mert szerencsére a legtöbbjükkel azóta is tartom a kapcsolatot, de mégiscsak nagyon átalakult az a helyzet, hogy nem ugyanúgy álltunk onnantól ezekhez a kérdésekhez, mint azt megelőzően. Valamikor azért mi egy rendezvényes, valamennyire erre a szezonra fókuszáló csapat voltunk, ma már sok rendezvényes, sokféle tevékenységgel, egy sokkal nagyobb csapat dolgozik együtt, és sokkal inkább cégszerűen működünk már különböző osztályokkal, hierarchiával, mindenféle, ez az kezdetekkor nagyon máshogy volt. Ma két dolog nagyon kell. A lelki béke megtanulása, és az, hogy hogyan csinálj vállalkozást. Erről mi a véleményed? Lehet ezt tanulni? Tehát például téged hívtak már bármilyen előadást tartani arról, hogy itt van 1 millió forint, be szeretném fektetni. Hát hogyan csináljam? Hívni, de az igazság, hogy ilyen jellegű előadást én azért nem szívesen vállalok, mert ebben én nem vagyok egyáltalán jó. Tehát én sose azon az alapon. Hát mégis csak a 100 leggazdagabb magyarban benne vagy, tehát azért akkor annyira rossz se lehetsz benne. De én nem azt mondom, hogy én rossz vagyok, csak van, amiben jó vagyok, van, amiben nem. Abban én nem vagyok jó, hogy mi a racionális befektetési logika, mert hogy ezt én mindig is, ha kipróbáltam a területen, akkor mindig rosszul csináltam. Szerencsére kevés ilyen alkalom volt, amikor egyáltalán ilyen területre tévedtem, hogy valamiben én azon az alapon szálltam be, hogy ez biztos jó üzlet. Ilyenbe belevágtam, hogy mondjuk azt gondolom, hogy ez jó ötlet, akkor ebbe én befektetek, akkor is, ha nem értek hozzá, meg nem akarom én csinálni, nem foglalkoztat engem. Személyesen ezek azt tudom mondani, hogy kivétel nélkül általában kudarchoz vezettek. Ezzel szemben én azon az alapon nagyon szerettem mindig is különböző vállalkozásokba belefogni, hogy ez nekem egy izgalmas terület, kihívás, érdekel, hogy mit tudnék ott megvalósítani, látok benne valami fantáziát,
egyszerűen foglalkoztat. Most mindegy, hogy éppen étteremről beszélünk, és a gasztronómiáról, ami hát engem azért elég érdekel, vagy a rendezvény szervezésről annó, vagy most éppen a Lupáról, vagy mondhatnék még egy-két olyan területet a szórakoztatóiparban, ugye több minden is van, amiben én belefogtam, amik azért fogtam bele, mert azt gondoltam, hogy van egy hiányérzetem, érdekel, hogy ezt meg tudnám-e valósítani, szerintem erre szükség lenne, hiszek benne, és akkor erre próbáltam hát akár csapatot szervezni, akár ezeket az ötleteimet megvalósítani. Ezek működtek. Biztos nem venném azt a bátorságot magamnak, hogy én olyan dolgokban egyértelmű állításokat tegyek, amiről tudom, hogy én se vagyok jó benne, akkor miért mondjam másnak én a tutit ezzel kapcsolatban. A sok urbán legenda között az is szerepel, hogy te ilyen nagyon jó szívű vagy, és hogy általában, tehát az is előfordult, hogy kértél valakitől tanácsot, amiért fizettél, de végül a tanácsot azt nem akartad semmire se használni. Ez gyakran előfordul? Ez a konkrét helyzet, ez nem mondom, hogy gyakran fordul elő, valóban volt ilyen is, de ez inkább... Tehát nem csak a kóla, meg nem csak az odaégetett kaja, csak ezt akartam mondani, hogy... De mert ez két külön dolog, mert nyilván a kóla meg az odaégetett kaja az arról szól, hogy én valamiért nem félek a, nem tudom, a haláltól, vagy a jövőtől, vagy a nem tudom mitől. Tehát Károly, nem ezen... Te nem félsz a haláltól? Olyan szempontból nem, hogy tehát így persze az embernek időnként, ahogy öregszik, eszébe jut, hogy vajon még meddig fog élni, meg vajon még... Majd kitöltik a kólát. De tehát engem egyetlen egy dolog szokott így eltántorítani attól, hogy ilyen, mit tudom én, tehát hogy még kevésbé foglalkozzak azzal, hogy mi árt nekem, vagy mi nem, és itt most félrejtés nehézségen nem drogozom, nem iszom alkoholt, nem iszom, egy csomó káros dolog nincs az én életemben, tehát nem arról van szó, hogy tudatosan direkt ártok magamnak mindenben, de van egy csomó dolog, aminél ez annak ellenére, hogy tudom, hogy árt, annak ellenére simán megteszem, és ha valamiért hajlandó vagyok ezen elgondolkodni, akkor az, hogy így szeretném még látni felnőni a gyerekeimet. Elmész évente egy szűrővizsgálatra azért? Hát két évente elmegyek, de ezt is igazából ez azóta... 40 fölött már évente kell. Lehet, nekem a két év is pont sokkal több, mint amit előtte tettem. Tehát szóval hosszú ideig én egyáltalán a mai napig nincs házi orvosom, nem tudom, ezért. Tehát én nem szeretek ilyenekkel foglalkozni. Ez is úgy jött ez az egész, hogy így tulajdonképpen a családom miatt úgy döntöttem, hogy akkor így bizonyos időközönként akkor így elmegyek, és legalább ezeket az alapvizsgálatokat elvégeztetem. De benne van a prosztatavizsgálat is. Azt például ki szoktam hagyni. De ez tökre nem gondolom egy felelős gondolkodásnak. Tehát én senkinek nem azt szeretném ezzel üzenni, hogy nyugodtan dohányozzanak, sőt, azt gondolom, hogy ne dohányozzanak az emberek, csak ne kelljen nekem minden áron ezeknek az elvárásoknak megfelelnem, mert én nem így szeretem élni az életemet. Picit beszéljünk a családról is. Mindannyiunknak vannak mintái, amiket hozunk otthonról, de mi az a minta, ami ben törekszel, hogy ne add át a gyerekeidnek, és mi az, ami új, és mi az, amit szeretnél nekik átadni. Nyilván ők egy tök más helyzetben szocializálódnak, így, hogy Gerendai Károly az apjuk. Mi az, amiben őket tudod segíteni, és mi az, amiben nem akarod segíteni őket? Hát először is, hogyha ott onnan kezdjük, hogy az otthonról hozott mintákból mi az, amit átadnék, vagy mi az, ami máshogy vele. De az azért egy nehéz kérdés, mert nekem egy nagyon klasszikus, nagyon konzervatív családom van, akikkel szemben én nagyon más életet éltem, és azért is volt, hogy ugye már 16 éves koromban elköltöztem otthonról, mert nagyon mást gondoltunk a világról, ők eleve tiltani próbáltak, vagy nem tetszett nekik az, hogy én zenével, koncertekkel, ilyesmivel akarok foglalkozni, mert ők ettől meg voltak ijedve, ők nem tudták elképzelni, főleg még a rendszerváltás előtt, hogy ezzel nem elkallódni fogok, nem valami problémás ember leszek, hanem hogy ebből ugyanúgy lehet egzisztenciát építeni, karriert. És utólag tök megértem őket, mert így belegondolva abba az élethelyzetbe, abba a korba, abba, mit tudom, én sem biztos, hogy máshogy viselkedtem volna az ő helyükben. Ugyanakkor akkor
az nekem túl erős indítatás volt, hogy akkor nem bíztak bennem, tiltani próbáltak, nem tudom, ahhoz, hogy én nekem ez adott egy baromi erős drive-ot, hogy én igenis megmutatom és megcsinálom. De a gyerekeimmel szemben nem szeretnék ezen a módon konzervatívan gondolkodni, és azt mondani, hogy akkor én majd nem adok nekik, és én nem bízom bennük, mert mégiscsak a saját életemben ezt megtanultam, és ez egy nehéz dilemma, hogy meddig szabad ebben liberálisnak lenni ezekben a kérdésekben a gyerekkel, és hol van az a pont, ahol azért jobb, hogyha azt mondod, hogy hát azért inkább ne, azért mit tudom, egy picit próbálok valamilyen szinten kereteket meghatározni számukra, és ez mondom a gyerekekre, meg azért különösen fontos, hogy vonatkozzon, mert abból én a környezetemben is láttam rossz példákat, hogy gyerekek hajlamosak elhinni azt, hogy ettől, hogy az ő szüleik esetleg tehetősebbek, vagy sikeresebbek, vagy mint tudom, ettől ők többek, mint egy másik gyerek. És te tudod nekik mondani, hogy nem? Hát az... Persze, hát ezt igyekszem azért, erről szoktunk így beszélgetni, és meg direkt próbálom olyan helyzetekbe is vinni őket, tehát mi tudatosan voltunk az elmúlt években többször is, hogy elmentünk, nem tudom, olyan közösség, olyan gyerekek közé, olyan, nem tudom, akik kifejezetten a másik végletben vannak, tehát, hogy roma falvakban, nem egyéb helyekre. Tudom én, hogy egy picit lássuk azt, hogy igazából sokféleképpen élnek emberek, de attól még ugyanolyan izgalmas és ugyanolyan értékes emberek. Ennyi vállalkozás mellett hogyan lehet jól menedzselni a családot? Hát ez az egyik legnehezebb kérdés vagy kihívás az én életemben, hiszen ugye szó is volt a beszélgetés során, hogy nekem már a harmadik házasságomról beszélünk, és Tehát az, hogyha valaki több feleséget fogyaszt el, annál nagyobb a rock'n'roll lehetősége is. Én nem vagyok ebből a szempontból egy ilyen rock'n'roller csávó eleve, tehát az nem biztos, hogy erről nem nagyon szoktam beszélni, de, vagy mit tudom én, de hogy én ilyen szempontból is egy ilyen halvérű valaki voltam világéletemben, hogy egyáltalán nem voltam egy ilyen nagy bulizós soha, én egyáltalán nem voltam nagy csajozós, egyáltalán nem, tehát én... Ezt például nem bánt, hogy mégis létrehoztad Európa legnagyobb zenei fesztiválját, tehát alapvetően te egy rock'n'roller vagy, sokak szemével, de azt mondod, hogy nem... Most nem merem megkérdezni, hogy hány nőd volt, de megkérdezem, hány nőd volt? És elmondom, három feleségem. De előtte, közben, utána? Az első barátnőm lett az első feleségem, a második. De akkor három nővel voltál összesen? A családdal való ilyen típusú viszonyomban az nincs, hogy nekem a családomnak még azt is el kellett viselni, hogy és én aztán mellette nem tudom, állandóan bulizgol, éjszaka járok haza, és a nem tudom milyen. De ennek ellenére éjszaka jártam haza, de általában sokat dolgozom, és sok mindent próbálok egyszerre csinálni, és ez sajnos a családom meg sínylette, hiszen két házasságom is nagy részt azon ment tönkre, hogy nem voltam eleget jelen, és nem tudtam ezáltal megfelelni annak, hogy boldoggá tegyem a partnereimet, mint társ is, hogy elég időt és elég energiát fordítok a kapcsolatunkra. De most tudod, hogy mit kell másképp csinálni? És másképp csinálod? Hát remélem, hogy közben azért próbáltam okulni a hibáimból, és próbáltam valamennyire picit mindig jobban odafigyelni, vagy máshogy csinálni. Még mindig messze nem vagyok egyáltalán egy ideális apuka, sőt. Tehát, hogyha megnézem, hogy ma egy normál számomra jó apukának tűnő apuka mennyit tölt a családjával, a gyerekeivel, mennyit foglalkozik, milyen. De akkor én ezt messze nem teljesítem, ezt az általam kívánatosnak gondolt szintet, de hogyha azt nézem, hogy hogyan viselkedtem, vagy éltem 25 éve, 20 éve, 15 éve, 10 éve, akkor ebben azért egyértelműen van szerintem egy fejlődés, amiben én nagyon tudatosan próbáltam erre egyre nagyobb időt, energiát szánni, és ebben sokszor pont ez volt a baj, hogy úgy éreztem, hogy annyi mindent próbálok csinálni, és ez annyi mindennek megy a rovására, hogy ez engem baromira frusztrált, és annak, hogy mondjuk én kiléptem a Szigetből, ami mégiscsak azért az elmúlt 20 évben a legtöbb időt, energiát fordítottam rá, annak az egyik oka az pont ez,
ez volt, persze volt más oka is az, hogy úgy éreztem, hogy kiöregettem, úgy éreztem, hogy már nem hajt annyira, mert már bebizonyítottam magamnak, meg a világnak, hogy meg tudom csinálni, már igazából minden ötletemet, tudásomat beletettem, és már nem érzem azt, hogy még milyen kihívás lenne számomra benne, de legalább ennyire az is motivált ebben a döntésben, hogy úgy éreztem, hogy ha már nincs az extra öröm, amit nekem az erre fordított időenergia, amit mástól veszek el, okoz, és ez valahol kárpótol, akkor legalább ne vegyem el ezt az időt, energiát azoktól, akiknek meg örömet adhatok azzal, hogyha többet vagyok velük, és ez akár a barátok, akár a család egyértelműen. Adsz nekem egy tanácsot, mint vállalkozó. Van félretett 500 ezer forintom, mit csináljak vele? Én amikor ilyen van, hogy van mondjuk megtakarított pénzem, akkor én szakemberekre próbálom bízni. Tehát vannak, akik befektetésként gyűjtenek. Tehát én tényleg el nem tudom képzelni, hogy eladogassam a gyűjteményemet, és például próbálnak sokszor engem akár, mit tudom én, festményeknél, egyéb dolgoknál egy rábeszélni a galériások, vagy a különböző szakemberek, hogy ezt azért éri meg megvenni, mert ez milyen jó áron, és ez egy főmű, és ez majd mennyit fog emelkedni az ára. Persze, és tudd meg, hogy te így beszélsz róla, most lehet egy páran tudni fogják. És hát valószínűleg az a dolguk egyébként, hogy ők próbálják erről az oldalról is megvilágítani, hogy ez jó befektetés. De mindig mondom, hogy ne haragudjanak engem, ez azért adjanak be, én nem befektetésnek veszem. Tehát én nem akarom ezeket eladni. Tehát egy csomószor ugye ki vannak akadva, meg persze én is, hogyha ezt így másról hallanám, mert van ez a példa, amikor valaki úgy vesz könyvet, ugye, hogy a polcra egyébként mi mutat jól, vagy a nem tudom, nem azért, mert el akarja. De hogy én simán az utóbbi időben vettem így képeket, hogy elmentem mondjuk egy galériáshoz, vagy egy festőhöz, vagy egy mintán, és mondtam, hogy az a helyzet, hogy most még van a nálunk rajta a sarokban egy 30x40-es hely, és akkor mutass nekem olyan képeket, amik ilyen méretűek, hogy melyik tetszik. De akkor elvettél volna az IKEA-ba is. Hát oda IKEA-ból nem tennék feltétlenül képeket, de hogy ezek attól még műalkotások, csak sajnos már ilyen szempontokat is figyelembe kellene, hogy beteltek a falaink, és beteltek, és akkor tehát itt szerintem, amit lehet csinálni, az az, hogy valamibe gyúrt ki magad olyan szintre, hogy abban úgy érezd, hogy ahhoz te sokkal jobban értesz, mint a többiek, és hogyha ahhoz a dologhoz sokkal jobban értesz, mint a többiek, akkor jó eséllyel azon a területen jobban fogod érteni, vagy érezni azt, hogy akkor mit érdemes ezen a területen tenni azzal az 500 ezer forinttal. Csináltok rólad egy portrét? Mit jelent az, hogy portrét? Fotót? Fotó. Vagy? Ja, persze. Ja, nem festek. Nem akarlak most lefesteni, mert fél ötkor el kell indulni, de nem is tudnálak.